A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészült a több mint 5,5 millió SZIA bevallási tervezettel és elérhetővé tette azokat elektronikusan e-SZIA felületén. Azok, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus elérhetőséggel, a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt egészen a mai napig, azaz április 15-ig kérhették a tervezetek postázását. A tervezetet érdemes átnézni, összehasonlítani a kapott igazolásokkal és szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezetek a május 20-ai határidő lejártát követően automatikusan bevallássá válnak. A főállású egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és az áfás magánszemélyeknél nem működik ez az automatizmus. Nekik ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük azt a tavaly szerzett jövedelmi adatokkal. Az SZIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20-a. Ha a bevallásban szerepel fizetendő személy jövedelemadó vagy szociális hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint, akkor az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével idén is kérhető akár 6 havi pótlékmentes részletfizetés. Ezt a bevallásban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2020. május 20-a. A tervezet kiegészítésében, módosításában, a bevallás elkészítésében segíthet a NAV honlapján elérhető gyakori kérdések és válaszok az SZIA bevallásról című tájékoztató. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal infovonala pedig a 1819-es telefonszámon ingyenesen hívható.